Először ismerte el a svéd kormányfő, hogy a bevándorlás is hozzájárult az erőszakos bűncselekmények számának drasztikus megemelkedéséhez. Azt is mondta, hogy a migránsok integrációja sikertelen volt, Svédország pedig nem volt felkészülve arra, hogy az erőszak ilyen formái megjelennek. A skandináv országban az elmúlt időszakban több lövöldözés és robbantás is történt, csak az idén 32 áldozatot követeltek a fegyveres támadások. Az elmúlt időszak erőszakos bűncselekményei miatt egyre többen elégelik meg Svédországban a kormány és a hatóságok tehetetlenségét. Az Anyák Lázadása nevű malmői szervezet arra akarja rákényszeríteni a politikusokat, hogy érdemben lépjenek fel a bandaháborúk ellen, amelyeknek az utóbbi időben számos fiatal esett áldozatul. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan ember, aki szerint jó dolog erőszakban, fenyegetésben és zaklatásnak kitéve élni. Senki sem választ ilyen életet, ha van más lehetőség, mondta egy anya. A tinédzsereket fenyegető erőszak mostanra szinte mindennapossá vált a svéd nagyvárosokban. A legsúlyosabb helyzet Malmöben alakult ki, ahol másfél héttel ezelőtt több lövöldözés is történt. Előbb egy pizzériában nyitott tüzet egy támadó az emberekre, egy 15 éves fiút meggyilkolt. Alig két nappal később pedig egy autóra lőttek rá ismeretlen támadók, egy fiatalkorút megsebesítve. A svéd miniszterelnök a legutóbbi támadások után a munkanélküliséget hibáztatta, és arról beszélt, hogy kormánya igyekszik növelni a rendőrség támogatását és létszámát. Stefan Löfven azonban az interjúját követő felháborodás nyomán kénytelen volt elismerni, a svéd társadalmat sokkal súlyosabb gondok terhelik. Svédország túl sok kudarcot élt meg az integráció kérdését illetően, mondta kedden a miniszterelnök, először ismerve el, hogy az ország nem tudott megbirkózni a tömeges bevándorlással. Stefan Löfven szerint rövid idő alatt kezelhetetlenül sok migráns jött, és az illetékesek nem voltak felkészülve arra, hogy az erőszak ilyen formái megjelennek Svédországban. A nem egészen 10 millió Svédország arányaiban a legtöbb bevándorlót fogadta be az elmúlt években. 2014 óta legalább 320 ezer migráns érkezett az országba. A statisztikai hivatal adatai szerint mostanra összességében a svéd lakosság csaknem ötöde származik más országból. Az erőszak pedig egyre jobban elharapódzik a bevándorlókat is leginkább vonzó nagyvárosokban. Tavaly 45, 2017-ben 43 ember életét oltotta ki lőfegyver Svédországban. Idén eddig 32 áldozatot követelt a fegyveres erőszak. Egyre durvuló módszerekkel tombol egy másféle bandaháború is. A főleg balkáni bűnszervezetek pokolgépes támadásokkal igyekeznek megfélemlíteni egymást. Csak 2019-ben több száz robbantást hajtottak végre, az esetek harmadát Malmöben. A kormányfő álláspontjának megváltozásához vélhetően az is hozzájárult, hogy immár a szomszédos Dánia sem nézi tétlenül a svéd hatóságok tehetetlenségét. A dán kormánya múlt héten elrendelte az ellenőrzést a Svédországgal közös határszakaszain. Kopenhágában ugyanis az elmúlt időszakban több erőszakos bűncselekményt is elkövettek, a hatóságok pedig az esetek többségéért a közeli Malmöből érkezett bűnbandákat tartják felelősnek.